Na hát, hello, hello, hello! Üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok! Itt vagyunk egy új játékban. Az a helyzet, hogy így ö, pff, nem is tudom, hogy, hogy 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 megkaptam ezt a kódot, mert hogy baromi régóta vártam ezt a játékot. Nagyon régóta rajta volt a kívánságlistámon, szerintem vagy két éve. És egyszer csak jött egy e-mail, hogy hello, tessék, ki tudod próbálni. Úgyhogy itt vagyunk egy olyan játékban, aminek alapvetően az a neve, hogy ö, most már nem az, hanem most már aréna renováció szimulátor, viszont régen ez stadion renovation volt a neve, vagy valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy különböző sportarénákat tudsz renoválni, és most nem tudom pontosan, hogy ezzel, hogy ennyit változott a neve, hogy valami változott-e. Magyar, ami nagyon meglepő, úgyhogy Hát megpróbáljuk a játékot, ha tetszik, mindenképpen majd rotyogtassatok egy like -ot. Aha, és akkor ezeket szépen fel tudjuk így pakolni, és akkor ide ö, bele tudjuk dobni. Nem tudjuk beledobni, mondom bele. Aha, jaj, még itt jenkizni is kell, hogy mindenképpen bele tudjuk dobni. És akkor vannak különböző eszközeink. Ajaj, 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 ajaj. What the fuck? Ah, ilyennek kell szétrotyogtatni, amennyire csak lehet. Mindent szétszedünk. Dobozt is, azt is szét lehet, amit akarsz. És mi van, ha történik, ha a falat? Hát, hát, elég érdekesen fogjuk ezt a dolgot. Aha. Ú, és mindent szét lehet, ezt nem kell. Ezeket is kalapácsa, halad. Nézzek, ez egy ilyen, elmenne még egy ilyen hármas öltözőnek simán. Uh, Oké, okay, elvileg szétrotyogtattunk most már mindent, hallod, még a polcot is leszedjük, amit akarsz. Mint egy ilyen mérkőzés után érkeznénk be, ahol mondjuk kikaptunk. <laughs> uh, oké. Okay. Szóval, ilyenkor most akkor ezeket is szét kell robbantani. Hallod, ez így jó nagy meló. E, tűnik tulajdonképpen. Tehát szétporlasztjuk ezzel a... Ezzel a kalapáccsal az egészet, úgy ahogy van Oké, okay, amit pedig nem, azt pedig így meg tudunk fogni És egyszerre egy dolgot tudunk fogni Ez szörnyű Ez szörnyű És hogy dobom bele? Egy. És akkor van nekünk egy ilyen, azt uh, a minden Benyomjuk ezt a B betűt És akkor a lapolvasót aktiváljuk Amivel kiderül, hogy hol mit kell csinálni Hát te jó Isten, ez minden csak nem túl jó Most mi az, hogy küldetés kész? Nincs kész a küldetés, hagyjá. Gyorsan akkor ezt itt uh, kiszemeteljük. Még az ajtókat is le kell ütni a helyéről? Hát figyeljetek, megoldjuk mi ezt. Közben amúgy rájöttem a nagy eszembe, hogy nem kell ám külön, külön ezeket kidobálni, hanem egyszerre tíz ilyen dolgot össze tudunk szedni, és csak mindezek után kell a kukába mennünk, látod? Aha, és akkor be is vágjuk a kukába. Így az egy kicsit egyszerűbb. Hát ez a zseblámpa, Kidobjuk, persze, nem számít. Hú, srácok, közben van egy ilyen uh, bármi, ami eléggé gagyin néz ki. És akkor itt lehet kiválasztani különböző jutalmakat, meg ilyesmit. Én azt mondom, hogy szeméttartóból legyen egy nagyobb. Szeméttartó. Tehát szemetes. Úgyhogy legyen mondjuk ez, ennyi. Mert ez a hosszú kezek sem lenne rossz. Na mindegy, közben itt folytatom még a melót, mert azért itt még van. Annyi változott most, hogyha itt. Uh, Alu, megnézitek, hogy most már 15 dolgot tudok beletenni egy kukás ami azért nem rossz. No te szóval, hogy ö, most itt akkor meg vagyunk, kipucoltuk a dolgot, annyi, hogy még ezt az egy szemetet itt szépen kidobáljuk. Na, Jordan, az az, valad, olyan messziről lehet. Oké, okay, következő lépést, nyomja meg a Q -gombot és válassza ki a magas nyomású mosót. Hát, ö, padló ma, nagy nyomású mosó. Ú, uh, ez a fordítás. És akkor ezzel lejön innen minden. Aha, szépen lassan is a tire is, hogy hány százaléknál tart. Ú, uh, basszus, azért nem lesz ez olyan könnyű. És mondd, hogy ezzel csak ez az egy oldódik itt meg. Oké, okay, ez itt el van távolítva. És akkor az összes ilyen graffitit meg kell keresni? Hát te Jézus, Atya úristenem, srácok. Ez itt nem gyerekjáték. A mocskos huligánok itt szétrotyogtatják nekünk a falakat, mindent. Hát. Oké. Okay. Amúgy, hogyha én ezt csinálom, akkor viszonylag gyorsan haladok. Csak mondom, hogy... <laughs> mindjárt kész is van. Hello! Itt egy öltöz tábla. Ne viccelj. Ó, oh, mennyi graffiti. A szemét mocskok mindenféle szint használtak ám itt. Kéket, zöldet, pirosat, amit akarsz. Gyere már le! Ez tulajdonképpen valamilyen szempontból egy house flipper, amúgy mit megy ez a mosó? Hallod, úgy néz ki, mint valamilyen 1000-2200-ban ilyen, valami fegyver. Na jó, most akkor, amit kell csinálni, hogy padlót módosítani, meg a falakat. Így van. Tehát vakolunk szépen, gyerekek. Hogyben szép téglásít minden. Megcsináljuk ilyen szép színűre, de most hogy ott fent. Oké, oda is felérünk. Tökéletes. Hát gyönyörű színe lesz az már biztos. De ez van. Oké, ez a helység, ez majdnem hogy kész van. Vakolókanál! Vakolókanál! Na, figyelj csak a padlót is tudjuk így. vetefek padló módosítása? Na figyelj, ezt még nem tudjuk csinálni, de nagyon komolyan, hogy ezt a kalapácsot használom, hallod? Na jó, vakoló kanalat előveszem, és használni fogom az összes helységben. Amúgy, ha már így vakogatunk, akkor mi a szárnak kellett lemosni a grafitit? Ha nem elfedi. Oké, tehát ez az eddigi legfullosabb helység. Szépen vakoló kanállal megoldottuk a dolgokat. Jöhet akkor a következő helység. Nem mondom, hogy az életem legizgalmasabb dolga ez a vakoló kanalazás, de, de, de látványos. Már mint de nem az látványos, hogy 45-ször hallgatom végig azt az, ugyanazt a tüt 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 hanem hogy utána milyen lesz a helyiség Na, várjatok, mert új szintet értünk el már megint. Hosszú kezek, azonnali szemétszállítás, hát mondjuk azt pont nem tudjuk használni, viszont készpénzt tudunk kérni, illetve tapasztalatot is. Mosó, sövényvágó kalapács, hogy ugye komolyabb, komolyabb lesz a cucc. Vakolókanál, figyeljetek, nem is tudom, padlókalapács, Minusz 25%-kal lesz kevesebb idő, vagy mi. Na majd arra kíváncsiak vagyunk, hogy egyáltalán meddig fog tartani. Ez a vakolókanálon már mindjárt végzünk, úgyhogy, úgyhogy már mindegy. Ez, hogy most, most nem ezt kell fejleszteni. És ígérem, hogy többször nem szeretném kimondani azt, hogy vakolókanál. Na végeztünk a vakoló kanállal. Azt mondja, hogy mit kell csinálni? Ecsettel le kell festenünk? Hát nem úgy van ám az. Na tehát elővesszük az, az ecsetet, a kefét. És uh, festék szint választunk. Hát figyeljetek, uh, Igazából most ide-előre, hát, legyen ilyen nagyon vagány. Nagyon szeretem a, az ilyen színeket, hát ha hogyha, jó fog itt állni ennek a. Jaj, azt nem. Így? Aha, figyelj csak ide. És akkor itt ö, azt mondja, hogy itt valami komolyabb szint kéne barkácsúni. nem nagyon van. Köszönjük szépen, van ilyen ö, piros. Oda nézzé! Hát gyönyörű! Nézzek, milyen dizájnos! ha? Hát, pont nem illik az ajtóhoz, de teljesen mindegy. Oké, tehát ez a helység kész, és akkor így fest igazából jó, ez a színkombó nekem tetszik. Itt valahogy úgy oldjuk meg, hogy tovább hozzuk ezt a pirosat. Aha, és akkor, hogyha ezzel itt meg vagyunk, akkor az átellenes oldal is piros lesz, of course. És akkor váltunk megint festék szint, és a feketét pedig. Ezekre a falakra fogjuk használni. Tiszta ilyen ö, amerikai foci csapatos színek ezek. Jó, tehát, oké, okay, ez itt így néz ki, és akkor ez is kéne itt valamit kezdeni. Szerintem ez legyen valami világosabb szín, nem? Mert ö, ez itt nem nem, nem, nem tudom. Hát, de sok minden nincs. Helyes sima. Helyez helyez jó az. Hát most ez mi? jó, gyerek, ebből hogy lett ez? Az komoly, hát én vagyok színvak, vagy ez itt fehér? Itt meg nem az. Hát gyönyörű. Na jó, van legyen akkor ez. Na itt meg már más színű. Ha mi ez? Hát gyönyörű. Gyönyörű lett, srácok. Jó, itt is valamit majd okosítunk a színekkel. Most egyelőre megcsináljuk itt a, a, szemben lévő falat ugyanúgy. Na most ott fent. A te? Ó, te még az ablak keretet is ki tudom festeni, vagy mi a rosszabb? És azt a legfelsőt meg nem, hallod? Ha most akkor... Nem tudok felállni erre a szarra? Figyelj, ugrásból megcsináljuk, gyerekek. Várja, ez így közelebb van. Álljál fel rá? Figyelj! Na! Na, nem tudok ráállni. Ugrásból! Ááá. Na de! Színkompó ügyileg úgy nézünk ki, hogy ide valami egész más kéne. Hát mondjuk, ó, majd, itt, itt lehet már választani színeket, oké okay, oké okay. Akkor egyelőre legyen ez a De hát ez, ez eddig is volt, nem? És mi az, hogy kinyit? Hát nem választottuk azt már az előbb a másik helységre? hogy ez valami egész más akar lenni? A hosszabb kezekre is szükségünk lesz, srácok, most már rájöttem Mert akkor elérjük mindig a felsőt Úgyhogy ott az a felső még befejezésre fog várni mert most rohadtul nem érjük el Amúgy nekem ez a fekete, ez baromira tetszik Főleg ilyen áruházakban, tök jól néz ki a plafonon Na most ez itt így, így van Oké, okay, és akkor a padlózatot is meg kéne csinálni? Nem, hanem még itt külön ezt is meg kell csinálni Oké, okay, oké okay. Hát akkor figyelj De most ez hogy? Hát kiválasztottuk, srácok Kiválasztottuk, hogy bom. Na Na, hát a plafon is gyönyörű, szép fekete lett itt, ezen az oldalon. Most már itt is. Aha, ide még kell egy kis szórás. Tökéletes, srácok. Uh, itt is megcsináljuk? Hát figyelj, megcsináljuk, miért ne? Oké, okay, elvileg ennyi kellett neki, hogy még ezt megcsináljuk, és most már jöhet a kopácsulás, srácok. Na, ez nagyon jó fog kinézni. Óha! Ha gondolom nem ezzel kéne itt szétgyalázni mindent, ugye? Valami kisebb kalapács kéne. Na és akkor itt tudjuk megkezdeni először, hogy milyen legyen a padló. Azt kéne kiválasztanunk, hát... Eh, sok lehetőségünk szerintem nincsen. Há van ilyen sima. Jó, az nem? Gyönyörű. Ennél sötétebb szín már nem lehetne itt amúgy. Jó ez nekik, ha egy besétálnak, úgyis szétcseszik. Bejönnek itt foci cipővel, Ő cipőben teljesen patika Mi ez a sok por? Vagy mi a szar ez? Tulajdonképpen ez valami ilyen Aha, uh, tehát egyfajta ilyen uh, De most itt nem kell csinálni semmit? Ha hát ne csinálgass már, itt miért nem tudom megcsinálni? Szóval az egyfajta ilyen uh, Iskolai tornaterem feeling, nem? Bejössz, érted, itt az öltöző Aha, most kéne berendeznünk és akkor mit kell vásárolnunk? Azt mondja, hogy ugye ez az öltöző sportlétesítmény, hát ó, mennyi minden van. Jó gyerek. És akkor ilyen egyszerű kis ö, szart tudunk egyelőre ide tenni? Azt mondja, hogy hát figyelj, mit tudom én itt? Jó, az nem. Tökéletes, mennyit kéne ebből letenni? Na jó figyelj, én azt adom ennyi szekrény elég És akkor ezen kívül kéne ugye valamilyen ilyen, kis szaros pad Amin uh, tudnak öltözni Szóval mondjuk uh, Legyen, legyen, hát nem olyan közel Meg mindkét oldalról el lehessen férni Itt egy, itt egy Boom. Hát most ezt akkor eléggé kevés lett ott az öltöző szekrény, de hát ez van. Ez ilyen szertár is lesz egyben. Várjatok, még teszünk ide akkor szekrényt. Ó, és most ott több helyet hagytam, srácok. Jaj, nem olyan egyszerű ám ez, mert nem pattan oda mellé. Jó lesz az úgy, tökéletes. Nem elég hely. Most ez mi? Há' miért úgy van? Ó, de legalább így szépen oda lehet szabni. Látod? Tökéletes. Hát maradt egy kis hely. Tökéletes. Most már az a hely sincsen ott, és akkor ide még pakolunk párat. Na jó, szerintem ez így elég srácok, most már nem kell ide semmi. Most ez mi már? Menj innen. Annyi, hogy ugye ebbe a részben még kéne ilyen um, sportszerek, meg ilyesmi eszközök. Aha, hát létre az nem igazán kell nekünk. De ilyen, ilyen nincs olyan szekrény esetleg, ami tudod így bele lehet tenni sportszereket, mit tudom én. Hát nincs. Tökéletes. Esetleg amink van, de az is lakatos. Jó, még akkor ilyet még ide nem tudunk. Jó. Oké, okay, viszont egy ajtó azért, azért gyerekek, tehát az csak kéne. Ha lezúzzuk innen ezt, hogy egyetlen egy szép mozdulattal, és akkor most kéne nekünk ajtó. Há, milyen színű? Legyen fehér, mit szóltok. Vagy fekete? Fekete lesz. Az olcsóbb. Ögy! Kész. Ide is. Jaj, jaj. Ide is menjen. Csak ez itt túl nagy. Vagy csak ki kell ütni ezt a szart innen. Oké. Okay. Mutasd? Aha, tökéletes. Jó, csak ki kellett onnan ütni. És akkor kéne egy ajtó ide is, hogy azért... Az öltözőbe úgy járjanak át az emberek, hogy... na, érted. Mondjuk egy ilyen sima kis fekete ajtót. Nagyon jó. Ahogy is van. Kinyitod, bejössz, ott vagy. Tökéletes. Na és akkor most, hogyha azok készen vannak úgy nagyjából, akkor ezt kéne megjavítanunk. oly, -oly, -oly, -oly. Hát ennyi gyerekek, tehát figyelj, én ilyen pikpakton megjavítani ezt is. Azt hol van az a szarja? Aha, aha. Gratulálunk! Új sport létesítményt nyitottál meg. Léphet a táblagépre és elkezdheti új munkáját. Itt is maradhat, hogy felragyogja az arénát, így több pénzt és tapasztatot szerezhet. Tőled függ. Hát figyeltek még itt nem kéne nagyon ellépni. Hát ez, ezzel a retekkel itt nem tudok valamit kezdeni. Köszönöm, vissza. Jaj, bocsánat, csak hívott ami biztosítási ügynök. Az a baj, hogy ilyenkor megkérdezik, hogy és miért nem szeretne befektetni, és azt is mondhatnád, hogy hát, hát, én meg azért elkezdtem neki. és nem tudott rá mit mondani, annyi volt, hogy értem, köszönöm. Na, rájöttem közbe, miközben itt hallgattam egy 5 percen keresztül hogy magyaráz, hogy fel kell mosni. Baszki. Ezt utána akkor lehet rotyogtatni. Ú, ezek a százalék jelek itt aztán mennek ám. Amúgy valaki ide szart vagy, mi a zisten végig dörgőtás picsáját itt össze vissza, hogy néz ez itt ki? Hallod már egy két perce itt szerencsétlenkedek azzal, hogy eltüntessem. Alig jön fel ez a magas nyomásúval is. Ez egy ilyen hónapok óta itt száradó szar eredménye. Már elnézést, de más nem tudok gondolni. No, és akkor most? Akkor most már van lehetőségem bingizni itt a padlóval? De hogy van? De legalább fel tudtuk takarítani. Ó, oh, te fiú! Figyeljetek, ilyen kis flabéloszt is teszünk ide, mit szóltok? Na, itt érted? Szépen el vannak az urak, pingpongoznak, amit akarsz. Viszont azért a nők is tudják nézni az urakat, csak hát azért... Ez nem is flabélosz amúgy, de, de, úgy nézett ki. Hát ilyen fellelépkedős. Oké, okay. kis izék. Ez minek jó? Ez a hátnak jó? Vagy nem is tudom mi a szárnak jó ez pontosan. De azt hiszem talán a hátnak. Érted? Tudnak itt bohóckodni a hölgyek. Aztán hogyha apa készen van a kis pingponggal, akkor utána mehet aztán ide jön, érted? Mi a hogy, nincs elég helyen a Ide jön! Ez kicsit rádurrant. Tükör nincsen. De kapnak ide egy ilyet. Ezt még a rádurrantás után kicsit tudják ütögetni, érted? Legyen valaki. Ami oh, milyen creepy ez a csávó. De ha ez se elég. Mert valaki fel akarja magára hívni a figyelmet. Hát kinyitnám, csak nincs rá pénzünk. De mindegy, itt van ez parancsolja! Ezt is tudjátok használni itt. Na, de nézzé, van most már súlyzókészlet. Egyet tegyünk ide az asztalra is. Ahogy is van. Most mindent rá lehet helyezni az asztalra. Ne szívass már. Na, ne már. Hát ezt, ezt nekem aztán nem kellett volna elmondani. Mi az, hogy nincs elég hely? Viccelsz? Tetejére? Nem lehet a tetejére tenni? Na mindegy, nem lehet nagyon a tetejére tenni, de ide még pakolunk mondjuk kettő futópadot. Azért így teszem, hogy ezek is tudják nézni. Jaj, mi történt? Tehát azért így teszem, hogy ezek is tudják nézni egy kipingpongozik éppen. Most miért nem tudom letenni? Hát, na, tökéletes. Jó, van, srácok, szerintem berendeztük. Most ennél több dolog ide nem kell. Aztán hát azért kezdődött ilyen kis picibe az az egész, ugyanis gondolom, ez az első ilyen tanuló valami. De ezt még ki lehet ám fullozni Maxoni, Na várjál csak, kedvet kaptunk most már. Tegyünk ide az edző úrnak egy számítót, amin szépen ki tudja elemezni az adott sportteljesítményt, illetve. Bármi más tud Figyelj csak, ilyen lerobbant gépet tudunk csak tenni De tegyük ide így az asztalra, mintha gamer lenne Ááááj, basszus, már egeret se tudunk De hogy nem, itt egy gamer egér szórakozol? Billentyűzetből is a legolcsóbb, teljesen jó oda Már csak egy monitor kéne Csak ezt nem nagyon látunk Már itt. nem tudom, hogy Hát nincs monitor Hát Tabletta, egy tabletta de itt a monitor. Boom! Hello! Na, oda lehet menni, azt lehet nyomni. Annyi, hogy egy szék talán még kéne alá. Hát a legolcsóbb, figyelj, ezen nem fogunk variálni. Megy a fal színéhez, és természetesen a legjobb helyre tettük a gépet. Majd pont így terpezve kell szépen ülni, széles terpezve, hogy ezt így átkaroljuk lábbal. Szép. Na de itt viszont eléggé csínyán vagyunk berendezéssel. Hát Pal kalapácsa. aha, ennyi, szét kell pusztítani, jó. Na, mi kellene ide szerintetek? Ide lépsz be mondjuk először. Hát itt legyen egy... Mi kell egy sportterembe? Hűtő! Azt kell ide! Mert, hogy, hogy nem befolyásolja a terem fejlődését, ne viccelj. Meg akinek mondjuk felmentése van, az ide le tud ülni. Pad, hello. Ja, hogy ez egy mosókonyha, várjál! Hogy is írja pontosan? Igen, mosókonyha. Hát mindegy, hogy miről beszélünk, azért szerintem egy szemetes csak kell. Hogy, hogy mosókonyha? Hát itt egy fucking kuka. Amit majd, hogy nem elfelejtettünk, urak, hölgyek. Hát. Kell ilyen izé, gondolom, mindenhova, nem? Ide letesszük, hello. Szavasz. Ide is tesszünk egyet. Meg ide is be. boom. Még mindig nem értem ezt a mosókonyha dolgot, mert semmi. Ja, hát, de van. De mi az, hogy a WC-be van bent? Na várjá. Ajjajajajajajajajaj. Gondol leszünk, mert már nem tudjuk, mit hova tegyünk. Az, hogy ez se befolyásolja a teremizéját. Tehát akkor mi befolyásolja? WC-képernyő. Hát azon nyomban egy WC-képernyőt ide teszünk. Na várjá csak. piszoár! Mekkora ez a piszóár te? Na figyelj, ide tesszünk kettő piszoárt, hát annyi, hogy a bejáratnál van, de ne foglalkozzatok vele. Tesszünk egy ilyen csapot is. Hát de most mit akarsz? Hát tessék, itt már lehet mosakodni. Ott a csap. És akkor egy ilyen WC képernyőt vásárolunk. Ide mondjuk. De úgy, hogy semmi értelme ne legyen, nem? Tehát így. Tökéletes. Hát jó, figyelj ennyi. Hát most mit csináljunk vele? Teljesen készen szerintem, srácok. Na, akkor átadjuk, urak, hölgyek, azért körbe lehet itt nézni, mit mókultunk, ugye? Akkor van ez a helység, itt, a, itt az edzőbácsinak a helye, és akkor itt át tudsz menni, tudsz pisálni, kukát kidobni, innivalót venni, meg kezet mosni. Fürdeni nincs lehetőség. Azért, mert nem tudjuk letenni, csak ilyen zuhany falat tudunk, de hát most azt, azt kösz. Zuhany, látod, ezt se tudjuk, semmit nem tudunk már letenni. A ah, kurva! De megijedtem, hallod, itt próbálom nyomogatni a gombokat, mivel mit kell csinálni. Jaj, de becsokiztam. Na mindegy, ez is ki lett üritve. És akkor most ilyen komi van? Nem veszi át tőlem senki? A, ah, el kell érni a izét, és akkor tudjuk majd csak eladni. A fenébe. Na, de vannak pontjaink, srácok. Mire, 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 mire? Kéz! Jelentsen ez bármit is, de kéz, az kell nekünk. Oké, és tudunk még egyet. Eladó készülék. kefe! Vakolókanál! Legyen a vakolókanál srácok! Elektromos mosógép. Milyen mosógép van még? Na jó, hát ennyi srácok így első körben, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok, meg írjátok meg, hogy legyen e. Következő rész, amúgy ötletes, csak uh, el egyelőre még nagyon kevés cuccot tudunk letenni, nem tudjuk olyan szépen berendezni. Kellenek még szintöket elérni, na értitek. Úgyhogy, Tali, majd, hello, hello, szavaztok! I I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop